Jámbor úr azt állította, hogy a lakásban minden rendelkezésre áll egy puskaporos bomba összeállításához. Ez talán igaz, hiszen itt az asztalon minden van. Mosár, edények, kén, salétron. No, de a szén hiányzik. Sürgősen faszenet kell készítenem. Úgy van. A szénégetéshez kell egy tűzálló edény. Ez a lábos talán megteszi. A jól ismert kemence. Némileg megmagyarázza azt a furcsa déjà vu érzést, amelyet a torok közben éreztem. Mármint itt. Csak évszázadokkal később. Ez az. Ebből az apró fából lesz a kitűnő faszén. Nem, ez így nem lesz jó. Valahol olvastam, hogy ilyenkor gázok keletkeznek, és akár fel is robbanhat a zárt edény. El kell valahogy távozniuk azoknak a gázoknak. Most pedig hadd dolgozzon a tűz. Immáron mindenem megvan. Most már csak a helyes arányokat kell beállítanom. Hogy is mondta Jámbor úr? Nem. Így túl sok lenne a szén a keverőedényben. Nem, ez a kén mennyiség kevés még a megfelelő eregyhez.
Nem, ez a kén mennyiség kevés még a megfelelő elegyhez. Így enni. És most csak át kell töltenünk a kevercset a bombába. Látom, éppen elkészült, barátom. Ügyelt a helyes arányokra? Igen. Nagyon igyekeztem. És maga? Sikerre járt? Üzentem a kis hölgynek. Megpróbáltam rávenni, hogy szaladjon segítségét. Készen áll? Igen. Azt hiszem, igen. Csak percei lehetnek hátrabból az egy órából. Ne késlekedjen. Nyomja meg a csillagot azon a gyűrűn, és induljon. Sajnálom. Nagyon sajnálom, Jámbor úr, hogy itt marad. Még annyi mindenről beszélgettem volna magával. Én is szívesen hallgattam volna, amint a jövőről mesél. De most fontosabb dolgaink vannak, Jonatán úr. Igen, igaza van. Sajnos igaza van, Jámbor úr. Vigyázzon a bombára. És csak megérkezéskor biztosítsa ki. Mert attól kezdve minden ütődés hatására másodperceken belül felrobban. Vigyázzon magára is, és a kedvesére is. Remélem, látni fogom még őt. Látni fogja, ne aggódjon. Na menjen! Nyomja meg már azt a csillagot a gyűrűn, és induljon. Hányszor láttam már képzeletemben ezt a mozdulatsort? És hányszor láttam lelki szemém előtt, hogy a hold lassan visszafelé forog, hogy néhány másodperc múlva újra érzem a bizsergést. Hely, de nagy úr az idő! Sok sikert, Jonatán úr! Legyen szerencséje az életben! Viszlát! Jó egészséget, Jámbor úr! Az arkangyal búcsúzik. Jó utat! Besugárzás megtörtént. Időügynök visszatérése 1615. november, Magyarország. Tényleg nem okoz nekem csalódást, Mr. Hunt. Lassan a testtel, professzor. Inkább lépjen két lépést hátra. Maguk is! Nézzék, bomba van nálam. Nem kis teljesítményű. Ha bármelyik őnök csak egy rossz mozdulatot tesz. Mi a terve? Csak nem akarja felrobbantani a laboratóriumot. Bevallom, megfordult a fejemben, amikor magamhoz vettem ezt a bombát. Na de Mr. Hunt, ezt nem teheti ezzel a csodálatos szerkezettel. Felbecsülhetetlen értéket tesz tönkre. Megsemmisíteni az emberiség kimagasló teljesítményei közül a legkimagaslóbbat. Hát is ne. Hát ki tud róla, kinek hiányozna? Senkinek. Hogyan kisiratná magát Ábrai Pál professzor úr, hiszen évtizedek óta halott. Az ügynökei. Nyilván mind szerencsétlen, megfélemlített emberek, akiknek nincsen családjuk, barátaik. Szóval, hogyha ez az egész mindenség elpusztul, még annyit se érezne meg belőle a világ, mint amikor odaállt Jumurdzsák a 17. században sóhajt egyet. Na és magával mi lesz? A biztos halált választja az én kiváló ajánlatom helyett. Nézze, professzor! Biztos vagyok benne, hogy az ajánlata közel sem olyan gáláns, mint amilyennek tűnik. Magának nem számít az emberi élet. És ha már mindenképpen meg kell halnom, akkor inkább leszek hasznos a halálomban, mint sem tehetetlen áldozat. De a helyzet korán sem ennyire reménytelen. Ha minden igaz, nem sokára megérkezik a segítség, és más lesz a tárgyalási pozíción, professzor úr. Az lehetetlen. Hogyan? Ezt maga mondja nekem? Hát nem hiszi, hogy lehet fügét mutatni a lehetetlennek? Tessék, megérkezett a segítség. Igen, de nem a maga oldalán. Ügynök! Mire vár? Cselekedjen! Tudja ezt, kis barátom. Maga. Vigyázzon!
Jonathan! Istenem, szólalj meg! Jó, Istenem, mit csináljak? Juli! Jonathan! Minden oké, él! Apa! Jól van, hál' Istennek! Ne hagyd, hogy mozogjon! Itt a mentő már! Menjenek odébb! Hagyjál szabadra a területet! Oda-ben! Oda, baleset volt! Jó, nem mozog! Mindjárt itt a mentő! Nem akartam! Tudom! Mindjárt elmesélj! Baleset! Nem akartam! Baleset volt! Nem akartam! Először azt hittem, hogy meggondoltad magad, és inkább nem játszod el nekem a romantikust. Aztán az már gyanús volt, amikor a szenátorban a recepciós azt mondta, hogy nem látott el menni, és nem vagy a szobádban. És azt el tudod képzelni, hogy milyen érzés volt látni a kövön az üzenetet? Földbe gyökerezett a lábam. Pedig azt nem is én írtam, hanem Jumurdzsák. Jumurdzsák? Ez hátborzongató. És te? Ja, te addig bent vártad őt a házban? Igen. Tulajdonképpen egy kicsit bánom is, hogy így alakult. Én, akinek megadatott az időutazás lehetősége, a török korból mindössze egy pincelakás belsejét láttam. Már jöttem is vissza. Na, azért csak nem bántad annyira, hogy így alakult. Nem. Annyira azért nem. Ennek így kellett lennie. Megtettem, amit meg kellett tennem. És? Maradt egy szép gyűrűnk is. Igen. Ha jól viselkedsz, lehet, hogy kapsz majd egy szebbet is. Mi az, hogyha jól viselkedsz? Nézd csak, nézd a felirat. Úristen, eltűnik. Igen. Ez így helyes. Egy időutazó nem hagyhat nyomot.
világ fordul. Hiába új, még ez az íz, hiába érzem ezt idegen illat, valami súlya, otthon vagy újra, hazaértél. Az, ami más, épp annyira más, pont ahogy mindig is szerettem volna, szólít a hang, otthon vagy végül. Hazaértél. Hiába új még ez az íz, hiába érzem ezt idegen illat, valami súlya, otthon vagy újra.